Már az elmúlt heti Csesztreg elleni hazai találkozó első félidejében is biztató teljesítményt nyújtott a hívízi zöld-fehér gárda, de az a mérkőzés végül vereséggel zárult. A Kiskanizsa ellen azonban egészen más volt a forgatókönyv. A 2-0 pontos csapat összecsapását a hévíziek kezdték jobban, a fölény az első félidő felénél érett góllá. A 23. percben Damina Domonkos szenzációs gólt lőtt 22 méterről a jobb felső sarokba. Ellövi! Ezután felváltva forogtak veszélyben a kapuk, de az eredmény nem változott. A második játékrészt néhány gyors rohammal nyitotta a Kiskanizsa, később aztán fokozatosan átvette a játék irányítását Damina László együttese, és több helyzetet is kidolgozott. A változatos játékot hozó félidő végén, a 86. percben pedig jött a slusszpoén. A csereként beállt Filó ment el a bal oldalon, remek beadására Sabján robbant be, és a kapuba bombázott. A tini csapat végig fegyelmezetten, helyenként szemre is tetszetősen futballozott, és megérdemelten szerezte meg első győzelmét a felnőttek között a megyei első osztályban. A Hévíz ezzel a sikerrel elmozdult az utolsó helyről, sőt, három pozíciót előrelépve a 13. helyen áll.